különösebben nem akarom megideologizálni, hogy miért ezt a verset mondom el. Én, ha egy kicsit magam alatt vagyok, akkor ezt el szoktam olvasni, mert jót tesz, hát remélem, hogy mások is így lesznek ezzel. Szóval József Attila, imádság megfáradtaknak. Alkotni vagyunk, nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket, s mi, atyánk, a te gyerekeid vagyunk. Hiszünk az erő jó szándokában, tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted, akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, sóban, vagy mi bennünk. Te is tudod, hogy ha mi sírunk, ha arcunk fényét pár könycsepp kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak. De erősebbek vagyunk gyönge életünknél, mert a fűszálak sose csorbulnak ki, csak a kardok, tornyok és ölő igék. Most mégis, megfáradván, dicséreteddel keresünk új erőt, és emmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván, szabadíts meg a gonosztól. Akarom.